Kiemelten fontos az önkéntesek jelenléte és egyre nagyobb száma, mert ők tudják a leghitelesebben közvetíteni a társadalom felé, hogy mi a honvédség. Többek között ezek a gondolatok is megfogalmazódtak akkor, amikor az önkéntes tartalékosok száma elérte a 10 000 főt. Nagy Géza őrnagy, a 4. katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda, vagy közismertebb nevén a Miskolci Toborzó iroda vezetője híradónknak elmondta, a megye közel 1000 fővel járult hozzá ehhez a létszámhoz. Tanúbizonyságot tettek arról, hogy a felkészültségük az eléri azt a szintet, hogy egyes esetekben rendelkezésre tudjanak állni, és ki tudják egészíteni a hivatásos szerződéses katonákból álló magyar honvédséget, és részt tudjanak venni a feladatokba olyan módon, profi módon, hogy a magyar honvédségnek itt nincsen szégyenkezni valója. Tehát, és természetesen a megyénkben is nagyon nagy létszámban jelentkeztek ebbe a szolgálati formákba. Ugye itt több szolgálati formát említhetünk meg. A műveleti tartalékos, amit már említettem, a védelmi tartalékos, egy speciális tartalékos szolgálati forma, a területvédelmi tartalékos szolgálati forma, és a legújabb, amit a járványhelyzetre reagálva hozott létre a Magyar Honvédség, a speciális tartalékos szolgálati forma. Ezekre a szolgálati formákra Borsod-Zemplén megyében mintegy 800 fő jelentkezett. Volt közöttük olyan is, aki épp hogy betöltötte 18. életévét, tanulmányainak folytatása mellett már most ehhez a rendszerhez szeretne tartozni, mondta a Toborzó iroda vezetője. Ezzel együtt azt is hozzátette, hogy nem csak létszámában, hanem az elsajátított tudás tekintetében is élen járt a megye. A Magyar Honvédség a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programban a legfontosabb feladat, vagy egyik legfontosabb feladata a tartalékos haderő felállítása és ennek a haderőnek a kiképzése. Tehát egyrésztről a kiképzés az, ami nagyon fontos, folyamatosan szinten tartani a képességeket, fejleszteni a képességeket, és ezen kívül természetesen a létszámot is növelni, hiszen a cél, a végső cél, hogy megduplázzuk a jelenlegi létszámot. Ugye 10 000 főről beszélünk jelen pillanatban országosan, de a végső cél az 20 000 fő. Tehát folyamatosan gyarapítani. Ez a mi feladatunk Toborzóknak, ezen dolgozunk, hogy minél több állampolgárhoz eljuttassuk ezeket a lehetőségeket, és megvillantjuk azt, hogy igenis egy munkahelyen rendelkező, egy tanulmányokat folytató fiatal is lehet szerves része a Magyar Honvédségnek, hogyha a tartalékos szolgálatot vállal. A tartalékos szolgálati formához továbbra is a betöltött 18. életévtől lehet csatlakozni, egészen a nyugdíjkorhatár eléréséig.